Elrettentő incidens történt péntek este Gyergyószentmiklóson, a vasútállomás felé vezető út mentén lángra lobbant és leégett egy romák lakta ház és egy melléképület. A ház lakóinak sikerült elmenekülniük, emberáldozat szerencsére nem volt. Az eset szándékos gyújtogatásnak tűnik, és mögötte feltehetően egy ugyancsak múlt heti lopás miatti bosszú áll. Nagy Zoltán, a város polgármestere szerint, idézünk, már rég ízzik a hamu alatt a parázs, az illető családok sok bosszúságot okoztak. Az ügyben nyomozás folyik, ez idáig senkit nem állítottak elő szándékos gyújtogatás gyanújával. Filip Gyorge, a Hargita megyei rendőrség szóvivője megkeresésünkre azt mondta, a helyi alakulatok erősítést kaptak a megyeszékhelyről, fő feladatuknak most a további incidensek megelőzését tekintik.